Az első választás mindenképpen a klinikai munkának az igénye alapján merült föl, hiszen itt a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozunk. Manapság nagyon sok olyan pár, aki vagy medőség, vagy nehezebb teherbeesés miatt jelentkezik a klinikán. Igazából van egy bizonyos határ, ami fölött már nem tudunk a rutin klinikai teljesítménnyel nekik segíteni, és ez, illetve az ő későbbi kezelése igényli azt, hogy valamilyen kutatási oldalról is közelítsük meg a dolgot. Nem tudjuk külön választani a klinikai munkát a kutatástól, tehát mindenképpen azt kell látni, hogy a klinikum nagyon sok sikert ad az embernek, ez igazából egy siker szakma, mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozunk, tehát a hozzánk beforduló pároknak segítünk gyereket vállalni, teherbe esni. Szerencsére nagyon sokszor sikerül, és éppen ezért ez egy igen komoly sikert ad. Ami pluszban a kutatás felé irányított az, hogy azoknak a pároknak, akik valami miatt nem vagy nehezebben tudunk segíteni, őnekik is pluszt tudjunk adni. Tudom azt, hogy milyen nagy vágya egy embernek az, hogy gyermeke legyen. Biztos mindenki számára ismert közhely az, hogy mindent meg is tesz egy nő azért, hogy ez így legyen. Szerencsére nagyon sokat tudunk segíteni. Azok a párok, akik esetleg már teherbe estek és kőpapájuk született, azok visszatérnek hozzánk, elmondják, hogy mi történt a gyermekkel. Tehát egy olyan megerősítést adnak, ami a későbbiekre nézve esetleg azoknak a pároknak is, meg nekünk is segítséget nyújtanak, hogy igenis van értelme, és minden nap újra-újra neki kellene futni, és új dolgokat kitalálni annak érdekében, hogy tudjunk esetleg másoknak is segíteni.